running through the streets. It's just you and me, just the way we like it, we like it. Running, running through my head till we meet again. I don't even mind it, can't keep it on the low. Sziasztok! Hamarosan itt van nőnap, március 8-a, egy nap, amikor mi hölgyek kerülünk a középpontba. És mi lenne kedvesebb meglepetés és ajándék számunkra ezen a csodálatos napon, mint pár gyönyörű sütemény és édesség. Itt ül velem Olasz Anna, szia. Világ és szia, köszöntelek, világ és Európa bajnok, hosszú távúszónk, akikkel a rögkézműves cukrászda finomságait fogjuk az ünnep alkalmából végigkóstolni. Úgy hallottam, hogy te nem csak édesszájú vagy, hanem sütni is szereted magukat, az édességeket. Mi a specialitásod? Nincs feltétlenül egy olyan, amit állandóan készítek. Egyébként a mákos, túrós, almás dolgokból bármilyen mennyiségben, de kettőt emelnék ki, amit úgy általában nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és így szokták is kérni, hogy na, mikor készül el. Az egyik az a flódni, azt karácsonykor mindig megcsinálom, csak az egy kicsit macerásabb történet, de azt a család az imádja, tehát hogy egész évben alig várják, hogy karácsony legyen és végre elkészüljen. A másik pedig sajtorta, a születésnapomra mindig sajtortát szoktam sütni. Vannak olyan napok, amikor tényleg úgy érzem, hogy úristen, nekem muszáj süssek valamit, mert ez az, ami kikapcsol, és tényleg így engem ez feltölt, ez az egész folyamat. Addig csak én vagyok a konyhában, nem az úszásra figyelek, nem az életemre figyelek, hanem tényleg csak ott úgy kreatívkodok. Van, aki festeni, rajzolni szeret, én sütni. Mi a number van számodra, a kedvenced? Ez nagyon nehéz kérdés. Az előbb említett flódni és sajtorta mellett, így tényleg ami a mákos dolgok, az nálunk a családban nagyon mennek, tehát hogy lehet, hogy valami mákosat választanék, mert azok hogy különlegesek is. Igazából nem is tudok olyat mondani, amit nem szeretek. Talán az ilyen nagyon cukormázas, habcsókos történetek azok nem, de gyümölcsös, túrós, tényleg mákos, az igazából nem is tudok olyat mondani, amit ne szeretnék. Habár itt nem mákos süteményeket látok a szemünk előtt éppen, de valószínűleg nagyon-nagyon finomak lehetnek a rögcukrászda nőnapi süteményei is. Melyikkel szeretnéd kezdeni a kóstolást? Hát legyen ő, ez a kis nőnapi, úgy tudom, hogy ő málnás történet. Nagyon-nagyon jól mutat. Babapiskóta, szerintem ilyen fehér csokis málnás krém van benne. Nagyon finom. Úristen, ez egy egész torta, tehát hogy gyönyörű. Igen, igen. És tudom, hogy ez így feladja a leckét. Igen, az ember lányán. Ez egy három étkezés egyben. Amúgy most van itt a kettő egymásra. Szerintem ez is ilyen málna réteg, ilyen fehér csoki hab. Jól hangzik. Igen, nagyon. És hogyha bírod még az édeset, akkor még itt várnak rád szerintem ezek a pici kis bombonfalatkák. Nagyon jó. Nagyon különleges. Most, hogyha már mindent végigkóstoltál. Az összes süteményt, igen. Igen, a rögcukrászda kínálatának a legjobbát. Melyik számodra a legkedvesebb, vagy melyik az, ami a leginkább közel áll az ízlésedhez? Ami hozzám a legközelebb áll, azt nehéz lett volna megmondani tényleg, hogy melyik ami a legeslegfinomabb, mert szerintem kicsit hangulatfüggő is, de tényleg ami hozzám legközelebb áll, az az őrség aranya volt. Az egy cukormentes ilyen málna, zselés, tök magos sütemény.
nagyon-nagyon különleges ízvilág. Ez meg azért is tetszett ennyire, mert hogy ezt nem kóstolja minden nap az ember. Úgyhogy szerintem nekem az volt a kedvencem. Ettől függetlenül azért nem egy egyszerű döntés, mert mindegyik isteni finom volt. Bezárólag, hogyha mesélnél egy kicsit, ugye a hétvégén volt egy bajnokság, ahol harmadik helyet értél el, egy kicsit beszélnél róla, hogy hogyan értékeled a hétvégi eredményedet, és mi a következő állomás? Nem voltam igazából elégedett, sőt, nagyon nem voltam elégedett a hétvégi eredményemmel. Természetesen szerettem volna megnyerni ezt a versenyt, és úgy gondolom, hogy voltam is olyan formában, hogy ez sikerüljön. Az, hogy miért nem jött mégis össze, az sajnos nem tudom még az edzőmmel ezt le kell üljünk megbeszélni. 23 éve úszok, és tényleg ilyen még nem történt velem, hogy a testem így úgymond föladta volna. Tehát, hogy nagyon, nagyon furcsa érzés volt, de inkább most történjen ez meg, mint mondjuk nyáron a világbajnokságom. Mostantól jöhetnek a nyílt vízi versenyek. Jó sűrű lesz a program, de azért időnként egy kis sütemény bele fog férni, ugye? Így van, így van. Úgy gondolom, hogy azért nem is úgy sikerült ez a verseny a hétvégén, ez most a lelkemnek nagyon kellett. Oh,